A kérdéssorokat töltik ki a diákok a még márciusban megszervezett országos Fodor József biológia versenyen. A megmérettetés Nyugat-Dunántúli regionális központja a Kossuth gimnázium volt, ahová főként Moson-Magyaróvárról és Győrből érkeztek versenyzők. A verseny után nem sokkal megkezdődött aztán a digitális oktatás az intézményben is, azonban a Kossuth gimnázium tanulói így is megmutathatták tudásukat különböző versenyeken. A tavaszi időszakban megrendezték a Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáját, ahol szép sikereket értek el a tanulók. A második fordulóban online videokonferenciákon mutathatták be saját kutatásaikat. Fazekas Fanni a Kossuth gimnázium mellett az ELTE-n végezte kutatásait, amivel negyedik helyezést ért el a Tudok versenyén. Az én prezentációm a krinofágiáról szólt, ami egy elég friss kutatási terület a biológián belül. Az ELTE-n végeztem ezt a kutatást, biológia tanárom Baher József közreműködésével kerültem ide fel. Hogyan zajlott ez a kutatás? Kicsit mesélj nekem kérlek a gyakorlati részéről. A kutatást ugye részben az ELTE-n, részben itt Moson-Magyaróváron végeztem. Az ELTE-n olyan folyamatokat végeztem, amik itt nem voltak megvalósíthatóak, például a fluoreszens mikroszkóp, mivel itt a laborunkban nem volt, ezért azt ott használtam. Kálazi Laura szintén a Tudok versenyén mutatta be prezentációját, ami a mikroalga biomassa hatása a szövettenyésztett parlagfű fejlődésére címet viselte. Ennek keretében különböző mikroalgákat vizsgált, hogy miként gátolják a parlagfű fejlődését. Ezzel a kutatással az első díjat sikerült megnyernie a 11. osztályos tanulónak, aki 20 felvételi pontot kapott a szép eredményért. A témát Baher József tanár úrral ajánlotta nekem, és ezután kezdtem el ezzel foglalkozni. Először dohányon vizsgáltam 4 algának a növekedés befolyásoló hatását, aztán kiválasztottam azt a 2, ami gátolta a dohány fejlődését, és ezeket teszteltem parlagfűben, és arra jutottam, hogy ez gátolta a parlagfű fejlődését. Neuberger Léna és Péntek Anna közösen végeztek kutatást, amivel a Tudok második díját nyerték el. Vörös csönkész gyökérendofiton gombait vizsgáltuk, és ezeknek szerepét. A kutatásunk nagy részét az ELTE-n végeztük, viszont amit elvégezhettünk itt, azt ugye megtettük itt. Milyen munkát ölelt fel ez a kutatás? A kutatás során először mintát vettünk a vörös csönkész gyökerében élő gombákból, majd ezeket DNS alapján azonosítottuk, és később a hatásukat vizsgáltuk ültetett növényeken is. A diákok évről évre több versenyen is megmutatják tudásukat. Ilyen tanuló Kóródi Lőrinc is, aki a legtöbb hazai elméleti versenyen képviselte magát és iskoláját. Az országos középiskolai tanulmányi versenyen 13., míg a Nemzetközi Biológia Diákolimpia válogató versenyén 12. helyezést ért el. Ezeknek a versenyeknek az alapját általában a teljes középiskolai biológiai anyag adja, így a jövőben is profitálhatnak a diákok a versenyekből és az azokra való felkészülésekből. Ez a tudás, amit összeszedtem, ennek nagy része már egyetemi szinten kamatoztatható. Talán az első 2 évet egészen jól le tudja fedni biokémiából vagy élettanból. Mint a legtöbb hasonló versenyre, ezúttal is Baher József készítette fel a diákokat, akit a tanulók a 2018-2019-es tanévben a Példaképem a tanárom díjra is jelöltek.